Békesség néktek. Egy YouTube videón láttam egy olyan alkalmat, egy olyan eseményt, amikor a kínai föld alatti egyházban kiosztogatták egy pincehelyiségben a bibliákat a kínaiaknak, és képzeljétek, nem azt csinálták a kínai testvéreink, hogy itt tolakodtak, meg szétszették egymást, meg a bibliát, hanem kicsomagolták, ilyen nylon kötésbe volt befóliázva, kicsomagolták, és nem kinyitották a bibliát, hanem megpuszilták. Ezzel kezdték. És mióta ezt láttam, nagyon-nagyon sokszor úgy kezdem a bibliolvasást, akár ilyen tabletről legyen szó, akár papírbibliáról, hogy megpuszilom a bibliámat. És mondom Istennek, Uram, engem ne zárjál pincébe, engem nem kell üldözni, összeverni, én becsülöm a te igédet, úgyhogy nem vagyok üldözött keresztjén. És nagyon jó, hogyha Isten igéjét nagyon megbecsüljük. És mikor kinyitom a Szentírást, vagy megnyitom az alkalmazást, mert most már megnyitni is lehet, meg kinyitni is lehet, akkor azt szoktam kérni Istentől, hogy Uram, én most megnyitom, de nyisd meg te is. Kinyitom, de nyisd ki te is. Mert ha csak én nyitom ki, akkor az nagyon kevés. De hogyha te is kinyitod nekem a Bibliát, akkor itt két oldalról, ha közelítünk egymáshoz, fogunk találkozni, mert ha közeledtek az Istenhez, ő közeledni fog hozzátok, és ha ellenálltok az ördögnek, akkor el fog tőletek futni. Nekünk két szellemi területen van harcunk. Nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mi csak mindig Istennel keressük a kapcsolatot, de nem akarunk az ördögnek ellenállni. Jézus nagyon sokszor ellenállt az ördögnek, és nekünk is ellen kell állni. És mind a két területen meg kell tanulnunk a szellemi hadviselést. Hogy ez így lehessen, most is szeretnék imádkozni, csendesedjünk el. Mennyei édesapám, köszönöm neked a te drága igédet, köszönöm neked a te üzenetedet, és köszönöm neked azt a hatalmat, amellyel megalkottad a világot és benne minket, és amellyel megváltottad a bűnösöket, hogy áttörtél, Uram, az egeken, keresztül jöttél a mennybéli fejedelemségeken, keresztül törtél, Uram, a sötétségnek az erőin, és egy nagyon-nagyon egyszerű, kézzel fogható formában megszülettél erre a földre, számunkra is érthető formában, megnyitod előttünk a te szavadat, tanítottál minket, igét adtál nekünk, és örök életre hívsz el bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy a te hangod meghaladja a világnak a hangját, és a te erőd erősebb, Uram, az emberek erejénél. Dicsőség legyen ezért neked, segíts ebből valamit megtapasztalni és átélni, ezen a délutánon is, mennyei apánk dicsőségére, Jézus Krisztus nevében. Amen. Egy ószövetségi igét szeretnék felolvasni előttetek, Száraj, Hágár és Ábrám történetéből. Ez az a Száraj, akiből később Sára lett, ez az az Ábrám, akiből később Ábrahám lett. Isten így szeret új neveket osztogatni, remélem, hogy ma is így lesz, hogy kapsz egy új nevet. Nézzük most még, mielőtt az új nevet megkapták volna a régi nevükön, ez a történet még abból az időből való, a 1 Mózes 16, 1.9-et fogom felolvasni. És Száraj, az Ábrám felesége nem szült neki, de volt neki egy Egyiptomból való szolgálója, akinek neve Hágár volt. Mondta azért Száraj Ábrámnak, íme az Úr bezárta az én méhemet, hogy ne szüljek, kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal megépülök. És engedett Ábrám a Száraj szavának. Vevé tehát Száraj Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, 10 esztendővel azután, hogy Ábrám a Kánoán földjén letelepedett, és adta azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. És bement Hágárhoz, és az fogadta az ő méhében. Ez pedig, amint látta, hogy terhes, nem volt becsülete az ő asszonyának ő előtte. Mondta azért Száraj Ábrámnak, bántódásom van miattad. Én adtam öletbe a szolgálómat, és mivel, hogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem, tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted. És mondta Ábrám Szárajnak, íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz. Nyomorgatja azért Száraj, és az elfutott ő előle. És találta őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van, és mondta Hágár, és mondta, Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mégy?
És az mondta, az én asszonyomnak, Szárajnak színe elől futok én. Akkor mondta néki az Úr angyala, térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Eddig olvastam ezt a történetet, és nagyon szeretném, hogyha Isten megmutatna nekünk kettő dolgot az ő igéjéből ma délután, úgy, ahogy az ő igéje ezt a két dolgot szereti megmutatni. Az egyik az, hogy ki vagy te, a másik az, hogy kicsoda ő. Isten megmutatja a Szentíráson keresztül azt, hogy kicsoda az ember. A legjobb tükör a te saját magadról alkotott képed szempontjából az nem egy pszichológiai teszt, vagy nem egy pszichológusnak a diagnózisa, hanem a legjobb tükör arra nézve, hogy kicsoda vagy te, ki vagy te ember, kicsoda az ember, ki vagyok én, az a Szentírás. Isten igéje tart elénk tükröt, és abból ismerjük meg, milyen értékeink vannak, milyen lehetőségeink vannak, milyen bűneink vannak, és milyen sorsunk van, és milyen lehet. A másik, hogy bemutatja a Szentírás nekünk Istent. Egy csodálatos dolog. Semmi más nem mutatja be úgy Istent, sem a természet, sem a prédikátorok, sem az angyalok, mint maga a Szentírás. Előttünk van az, hogy milyen Isten. És olyan jó lenne, hogyha ma kiderülne valami rólad, amiről talán még nem tudtál, és kiderülne valami Istenről, amiről talán még nem tudtál. Látjuk, hogy ez egy elég zűrzavaros helyzet, amit én itt felolvastam. Van egy házaspár, de nincs gyerekük. Abból a korból való még ez a házaspár, ilyen régi vágású házaspárok voltak, amikor az asszonyok még gyerekekre vágytak, és nem kutyácskákra, meg csincsillácskákra, meg mit tudom, Barbie babákra. Tehát ez még azok a régi jóvágású emberek voltak, akik gyerekeket akartak szülni, és nem azt tartották szégyennek, hogy sok van nekik, nekem 11 gyerekem van, egy asszonytól mind saját. Egyet se szégyellek. Az asszonyt se szégyellem, és a gyerekeket se szégyellem. Azt szégyellem, hogy néha nem hiszek úgy, ahogy kellene, hogy higgyek. Azt szégyellem. És amiatt könnyeim vannak. De az, hogy én hitáltal szeretem az én feleségemet, és családot alapítottam, azt nem szégyellem. És Száraj ezt akarta megtenni. Nem csak azért, hogy önmagát más asszonyok fölé emelje, hanem azért, mert Isten megígérte neki, hogy lesz egy gyereked. Nem jött a gyermek, és akkor ők kitaláltak egy pótmegoldást. Hát nekem van egy szolgálónőm, akkoriban azért még ez annyira régivágásúak voltak, hogy még több nejűség is rájuk ragadt egy kicsit a pogány világból, úgyhogy megengedhető volt társadalmi szinten, Isten előtt ez nem volt olyan kedves, de ők ezt megcsinálták, hogy vedd feleségül a szolgáló lányomat, mivel az én szolgáló lányom, ezért majd a gyerek, aki majd születik, az úgy lesz beszámítva, mintha az én gyerekem lenne. És akkor így Hágár által Száraj csinált egy gyereket Ábrahámnak. Szóval jól összehozták. Na ebből lett egy nagy kalamajka, összeveszés. És tudjátok, nagyon érdekes, hogy ezt a kalamajkát tulajdonképpen nem az emberi butaság, nem az emberi bűn indította el az útjára. Nagyon érdekes dolog, és egy merész gondolat, amit elmondok, de máshol is fogtok vele találkozni a Szentírásban, és ne lepődjetek meg, ha találkoztok vele az életetekben, hogy ezt az egész kalamajkát, ezt az egész összevisszaságot, ezt a zűrzavart, ami ebben a családban kialakult, ezt Isten maga indította el. Azzal, hogy tett egy ígéretet Ábrámnak és Szárajnak, hogy lesz gyereketek, és ők nagyon-nagyon-nagyon számítottak erre, hittek Istennek, olyan szinten hittek, hogy még a Biblia le is írja, Pál apostol még hivatkozik is rá, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ő neki igazságot. Tehát nagyon hitt Ábrahám abban, hogy igen, Isten fog nekem adni gyermeket ettől az asszonytól, és meg fog sokasodni az én magom, az én utódaim, és erre számítottak. Isten pedig nem adta a gyermeket, és nem adta a gyermeket, és nem adta a gyermeket, és aztán majd később látjuk, nem olvastam fel nektek azt a részt, amikor majd adja a gyermeket a kalamajka után, mikor már megszületett a pótgyerek, akiből lettek az arabok, akik egyébként áldottak, és Isten megkeresi az araboknak az anyját, Hágárt, és azt mondja, meg fogottalak téged is áldani. És az arabok ma
jobban térnek meg, mint az európaiak, meg az amerikaiak. Mert eddig vannak már a mindenféle muzulmán gyilkosságokkal, és keresik Jézus Krisztus. Nagyon komoly megtérések vannak az arab világban, áldottak ők is, legyenek is azok, meg mi is legyünk azok. És amikor már belementek a kalamajkába, mert Isten csak váratta őket, és valahogy a türelmük határán túl váratta őket Isten, akkor egyszer csak így Isten megadja az ígéretnek a gyermekét. Istenre nagyon jellemző ez, hogy nagyon megváratja az embereket. Tudjátok, úgy élt Jákob, hogy azt hitte, hogy József az ő fia meghalt, hogy széttépte egy vadállat. Hosszú évtizedekig élt így. Mikor jönnek a fiai, hogy József él, megtaláltuk Józsefet. Oda jön hozzá az Isten, és azt mondja Jákobnak, na majd József fogja lefogni a szemedet. Ha én vagyok Isten, én 20 éve hamarabb mennék. Jákob, ne izguljál, nehogy szívgölcsöt kapjál, nyugodj meg, én egy nyugodt életet akarok neked. Nyugodj meg, elmondom neked, hogy a fiaid azt hazudták, hogy József meghalt, de én belesugom a füledbe, hogy József él, te csak örülj, hogy nincs baja a fiadnak. Nem, Isten nem mondta el. Isten nem adott gyereket Annának sem, a Sámuel édesanyjának. És nem adott gyermeket Szárajnak sem. Azért, mert Istennek más az ütemérzéke, mint a miénk. Azért, mert Isten szeretné, hogyha nem csak ő venné fel a mi ritmusunkat, hanem mi vennénk fel az ő ritmusát. És ez a mi életünkben is nagyon sok kalamajkát okoz, hogy Isten nem hajlandó úgy cselekedni, úgy gondolkodni, mint hogy mi adjuk neki az ütemet az imádságainkban, vagy a szívünk mélyén, az elvárásainkban, hanem Isten szeretné, hogy az ő ütemét vegyük fel. És ez néha nagyon nagy kalamajkát okoz. És Isten az ilyen történeteken keresztül azt akarja megtanítani a mai embernek, különösen nekünk, akik mindig rohanunk, sietünk, dolgunk van, szolgálat, munkahely, megélhetés, nyaralás, még oda is rohanni kell. Isten azt akarja üzenni, hogy nyugi, higgy bennem, nem maradok neked adósod, soha semmivel. A fiamat adtam érted, megalkottalak, földet alkottam a lábad alá, és eget a fejed fölé, és nyugodtan rám bízhatod a te egész életedet. Az én ritmusomat vedd fel. Tudjátok, Istenre az a jellemző, a Szentírásban több igehelyből láthatjuk, hogy Isten nagyon lassan készül neki egy dolognak, nagyon sokáig készíti elő a folyamatokat, talán évtizedek telnek el egy ember életében, talán év századok egy nemzet életében, talán év ezredek az új szövetség népe életében, és amikor egyszer csak elérkezik az ígéretnek az ideje, akkor Isten nagyon gyorsan cselekszik. És amikor azt mondja Jézus, hogy hamar eljövök, akkor az nem azt jelenti, hogy most elmondtam ezt nektek, és holnap már itt is vagyok, hanem azt jelenti, hogy elmegyek, telik az idő, és már azt gondoljátok, hát ez már egy régi cucc. Jézus elfelejtett, hogy mit mondott. Vagy lehet, hogy már mennybe olyan öreg, hogy meghalt. Hol van az ő visszajövetelének az ígérete? Már a Jézus utáni generáció így csúfolkodott, így beszélt, és azóta eltelt majdnem 2000 év. De egyszer Jézus hamar fog visszajönni. Hamar fog visszajönni. A mi ütemérzékünk az valahogy olyan, szeretjük mi a kiszámítható dolgokat, igaz? Ha a benzinár nem változik, ha a lisztára nem változik, mi azt szeretjük? Még ha a fizetésünk nem változik, azt annyira nem szeretjük, de legalább kiszámítható, ha minden ugyanaz marad. Mi azt szeretjük, hogy tá. Tehát Isten ütemérzéke, meg egy zenei nyelven, meg valahogy úgy van, hogy tá. És akkor hirtelen minden úgy lesz, ahogy Isten mondta. És tudjátok, hogy lehet erre nekünk tekintenünk? Erre az isteni ritmusérzékre? Ha a tá ideje alatt felkészülünk a riririre, beszerezzük az olajat, megtérünk addigra, mire ő visszajön. A kegyelmi időben, amit Isten az ő szeretetéből nyújt, de egyszer hirtelen jön el a megoldás.
és váratta Ábrámot, és váratta Szárajt, és történik a kalamajka, és ilyen kalamajkákba bele kell menjünk mi is, és bukások vannak, és mi rettenetesen utáljuk, ha elbukunk. Én nagyon utálom, ha elbukok. Én gyűlölöm magam. Hát hogy nem tudtam jobb hívő lenni? Hát hogy nem tudtam kitartani? Hát miért nem tudtam jobban hinni? Nem, mintha egyébként nem lenne igazam. Csak megyek oda Istenhez, mondom, biztos olyan mérges lesz, mint apukám, amikor régen rossz voltam. És Isten meg olyan nyugodtan vár. Tudjátok? És azt mondja, hogy hát mielőtt a kakas megszólal, te háromszor el fogsz engem árulni. Én? Ennél én sokkal jobb vagyok, uram. Be fogom neked bizonyítani, hogy jobb vagyok. Én jobb hívő vagyok, mint a többiek. És amikor megtagadom háromszor az Úr Jézust a kakas kukorékolás előtt, akkor elásnám magam elevenen, és borzasztóan szégyellem magam, és igazam is van, és szégyellnem is kell magam, és csúnya dolgot csináltam. Jézus meg olyan nyugodtan vár engem az aranygyűrűvel, az új ruhával, a saruval, a hízott tulokkal, és azt várnám, hogy kikapok tőle, és ő meg megjutalmaz engem. Jutalmat kapok. És akkor mondom, hogy miért, ezt most miért kaptam? Mert szeretlek téged. Hát de mivel érdemeltem ki, hogy szeretsz? Hát barátom, ha van neked gyereked, van biztos, akinek van itt gyereke közöttünk, nem csak nekem, akkor te tudod, miről beszélek. A gyereked nem kiérdemelte, hogy a gyereked, hanem egyszerűen csak az lett, amikor megszületett. És nem azért szereted, mert jobb matekból, mint a szomszédkölyök, nem azért szereted, mert gyorsabban fut százon, mint a szomszédfalunak a leggyorsabb futója, hanem azért szereted, mert a tiéd. És Isten azt mondja, te vagy az enyém. Nem a fecskéket választotta, nem a sziklákat választotta, nem a fákat, nem az angyalokat, hanem téged meg engem. És azt mondja, gyere hozzám. Adok neked időt a megtérésre, de gyorsan kell cselekedj, mert én is gyorsan fogok cselekedni. Fel kell vegyük az Isten ritmusát. Hát tudom, hogy nem könnyű követni ezt a cikcakos ritmus, de néha a zenészek is bajba vannak, igaz, amikor itt eléjük kerül a kotta, hogy húha, hát ilyet még nem doboltam, vagy nem gitároztam. Hát vegyük fel az Isten ritmus érzékét. És ha valamire még várnod kell, akkor nyugi, várjál, ne csinálj kalamajkát. Nyugodtan bízhatod, teheted az Isten kezébe. És Ábrám, amikor már Ábrahám lett, akkor tanúbizonyságát adta, hogy megtanult mindent Isten kezébe tenni, még az ígéret gyerekét is. De ha eljött az ideje a megtérésnek, akkor te ne húzzad az időt. Olyan dolgokba szeretnénk időt kapni, amire Isten azt mondja, erre nincs idő. Olyan dolgokat szeretnénk most, tudjátok, mint az egyszeri imádkozó ember, ó, kérlek téged, Úr Jézus, taníts engem türelemre, de most azonnal! Szóval, hát ez hogy jön össze? Szóval, amit most kéne csinálni, annak mi még kérnénk időt, amire meg várni kéne, arra meg azt mondjuk, hogy most add, Ura. Vegyük már fel az Istennek a ritmus érzékét. Ők akkor ott, ez a család, nem vette fel Isten ritmus érzékét, és ahhoz, hogy Isten be tudja teljesíteni az ígéretét, egy kicsit besegítettek az Istennek. Besegítettek. Tudjátok, mi olyanok vagyunk, hogy ami az Isten dolga, azt mi akarjuk csinálni. Ami a mi dolgunk, azt megkérjük, hogy csinálja Isten. Összekeverjük nem csak a ritmust, hanem a feladatainkat is. Nézzétek meg az apostolok cselekedeteiben, hogy mi van leírva az első gyülekezetben, mit csinált az első gyülekezet. Apostolok tudományában voltak, foglalatosak, hallgatták az igehirdetést, imádkoztak, ez egy fő foglalkozása volt az első hívőknek. Imádkoztak. Közösségbe voltak, hát a kutya füle tudja, hogy mi az, igaz? Ez egy nehéz fogalom, hogy közösségbe voltak, és együtt úrvacsoráztak. Egyébként az közös étkezést is jelentett. Ezeket csinálták, és még ha megnézitek, emellett a négy dolog mellett fogtok találni 8 másikat is, vagyonukat megosztották, stb., amit ők csináltak. Mi csinált Isten? Naponként szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Most ha valaki megtér, rögtön küldik ki misszióba, igaz?
halásszál, mindenki egy emberhalász, minden hívőnek más hívőket kell behozni a gyülekezetbe. De mi nem imádkozunk, nem vagyunk egymással közösségben, úrvacsorázni csak egy évben háromszor vagy négyszer szoktunk, baptistáknál jobb az arány, azok minden hónapban úrvacsoráznak, 30-szor kevesebbszer úrvacsoráznak a baptisták, mint az első hívők, 30-szor. Minden nap megtörték a kenyeret, és részesedtek az eledelben az első hívők. Csinálja meg az Isten, hogy egységet teremt a gyülekezetbe, de a missziót majd mi fogjuk csinálni. Isten meg azt mondja, csináljátok már mi a ti dolgotok, és én majd fogok missziózni. Amikor ti úgy éltek, hogy jó illatként árad ki a gyülekezetetek, a közösségetek élete, akkor én fogok munkálkodni, és ha csak, ahogy Viktor Isti bácsi mondta a református ébredésben, azt mondja, felmentünk a szószékre, és azt mondtuk, hogy mukk, és megtértek az emberek. Akkor én ide feljönnék, értitek, és nem 40 percre lenne szükségem, vagy mit tudom én, mennyi lesz a vége, mert ez nálam mindig kétséges, hanem 3 másodpercre. És akkor mondanék egy 3 másodperces jó nagy múkkot, hogy azért mégiscsak túltegyek a régieken, és akkor megtérnének az emberek. Nem azért, mert híresen prédikálok, hanem azért, mert az életem tele van töltettel. És Pál apostol ezt értette meg, hogy nem az a lényeg, hogy ő ékesen szóló legyen, hanem az élete tele legyen töltettel. És ha azt mondja, hogy mukk, az emberek azt fogják mondani, Isten szólt hozzánk. Egy szent mukkot hallottunk, hogy mi egy mukkot se szólunk, most már csak rá fogunk hallgatni. Elkezdődik tehát a kalamajka. És ebben a családban nem csak az történik, hogy besegítenek az Istennek, elkezdik az Isten dolgát végezni, és akkor gyereket hoznak össze így hárman, ügyetlenkedve meg valahogy, de mégiscsak megszületett ugye a nem ígéret gyermeke Izmael, hanem aztán folytatódik ez a kalamajka. És akkor azt olvassuk, hogy miután a Hágár állapotos lett, felvitte az Isten a dolgát. És többé az ő úrnőjének, Szárajnak nem volt becsülete előtte. Hát a kalamajkának mindig vannak ilyen következményei. Az egyik ez a gőg. Ha az én gyerekem 3 könyvjutalmat kapott az év végén, a tied meg csak egyet, tehát ez már ugye elég arra, hogy büszkék legyünk. Azért én 10 percig prédikáltam a gyülekezetbe, téged fel se kértek. Nekem szebb hangom van, szebb hajam van, fiatalabb vagyok, mit tudom én mi, annyira gyűjtjük azokat a dolgokat, amire büszkék lehetünk. És hogyha nyerünk egy érmet, akkor azt nem a fiókban tároljuk, hanem kitesszük a vitrínbe, és mindenkinek megmutatjuk, hogy vitorlázásba, vagy mit tudom én, hosszú távfutásba kaptam egy érmet. Azért van aranyból, hogy mindenki előtt fényeskedjen. Borzasztó büszkévé tudunk lenni a saját teljesítményünkre. Én állapotos vagyok, te meg hiába vagy az úrnőm, te egy meddő senki vagy. Elkezdődik a bűnnek a lavinája elindulni. Valami kalamajka kezdődött, és nem áll meg az első lépésnél, hanem megy a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik lépésnél. És mire az ember észbe kap, már betemette teljesen a lavina, és nem kap alatt a levegőt. Ez a büszkeség eltöltötte Hágárnak a szívét. És akkor azt mondja Száraj Ábrámnak, bántódásom van miattad. Frankó mi? Összeveszik a két asszony. Ki a hibás? A férfi. Hát ez így kell. Ugye rögtön megkeressük a bűnbakot. Valakit hibásnak ki kell hozni. Igaz, hogy Száraj találta ki az egészet. Igaz, hogy az ő sötét ötlete volt ez az egész. Igaz, hogy azzal a másik nővel volt neki gondja, de azt mondja, valakit el kell verni a port. Valakit le kell most már húzni, valaki bűnpakot találni kell, és azt mondja, miattad van bántódásom. Én adtam öletbe a szolgálomat, és mivel látja, hogy teherbe esett, nincs előtte becsületem, hogy egyébként mi köze van ennek ehhez Ábrámnak, hát azt annyira nem tudjuk, de a lényeg, hogy legyen bűnbak, akit lehet szidni, akinek lehet a nyakába varni ezt az egészet. Hát azért Ábrám se volt semmi, íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz. Mit érdekel engem? Nem foglalkozok én ilyen asszonyi dolgokkal, veszekedésekkel, hagyjatok már békén. Ne tegyél engem bűnbakká, old meg, asszony, a te szolgád, legyél talpra esett, csak hagyjatok már nyugodtan pecázni. Vagy éppen híradót nézni, vagy
kikapcsolódni. Ne zaklassatok engem. Ugye ez a hárítás is. Jön az egész, amiket mi megtapasztalunk, és amik mi vagyunk egyébként, itt van benne a Szentírásban. Elindul a lavina, és egyik, a másik, a harmadik, a negyedik után jön. De még nincs vége. És akkor azt olvassuk, hogy a Szárai elkezdi Hágárt nyomorgatni. Mennyire bosszantó, mennyire gyötrő dolog az. Különösen én a munkahelyen tapasztaltam meg, 15 évet dolgoztam közigazgatásban, hogy mit jelent az, amikor egy főnök az megalázza, gyötri, nyomorgatja a beosztottját. És tudom, hogy a legtöbbőtöknek ilyen a munkahelye. Vagy a kollégák nyomorgatják egymást. Elkezdik az emberek nyomorgatni egymást, és nem tudunk békésen egymás mellett élni, hanem jönnek a különféle nyomorúságok, sérelmek, összeveszések, és ez visszaélt a hatalmával ez a Szárai, és addig nyomorgatta a Hágárt, míg annak teljesen elege lett, és nyomorúságába, fájdalmába elmenekült otthonról, elszaladt. Látjátok, hogy mennyi nyomorúság kötődik ahhoz, hogyha elkezdődik ez a kalamajka, ha nem vesszük fel az Istennek az ütemét, egyik baj fogja hozni ki a másik bajt. Mint a betegségnél, az egyik betegséged fogja okozni a másikat, mert fáj a lábad, emiatt nem tudsz mozogni, emiatt elhízol, emiatt magas lesz a vérnyomásod, emiatt felmegy a cukrod, szóval vagy az autónál egy meghibásodás, vagy kijavítod rögtön, vagy pedig egyik meghibásodás fogja okozni a másikat. És pontosan így van ez a lelki életünkben is. Egyik baj hozza a másikat. És akkor elfut a pusztába Hágár Szárai előtt, és ott kesereg, egyedül van, állapotos, kiszolgáltatott, gyenge helyzetben van, a családfő megszűnt, a megélhetés megszűnt, a biztonság megszűnt, az otthon megszűnt. Egy nagyon nyomorúságos állapotban volt, de még mindig jobb volt neki, mint otthon lenni abba a megaláztatásba. Egy nagyon nehéz helyzetben volt. Miért került ide? A saját bűnei miatt? Ő is részese volt ennek a kalamajkának. Adta magát ez az egészhez. Hárman hozták össze a gyereket. A saját bűnei miatt és a mások bűnei miatt került ide. És az a mélység, amiben te vagy, az a te saját bűneidnek köszönhető, és a mások bűneinek köszönhető. Rajtad elverték a port, téged kisemmiztek, téged becsaptak, téged kihasználtak, téged lealáztak. De nehogy azt hidd, hogy külön vagy azoknál, akik ezt veled tették. Pontosan ugyanolyan részese vagy a saját nyomorúságodnak, mint mások. Összehoztátok ketten, hárman, tízen, százan. És tudjátok, azt szeretem Istenben, és én ezért választottam őt. Ő engem választott, és én őt. Mert ez egy ilyen kapcsolat, hogy ez nem egy egyoldalú dolog, ez nem lányrablás, hogy jött az Isten, az Gál Lajost elvitte. Akarsz hívő lenni? Mit tudom én? Na, akkor az leszel. Nem, hanem eljött Isten, és megkérte a kezemet. És azt mondta, én igen mondok rád, te nyomorul, te mit mondasz? Ó, Uram, én is. Nem egyből mondtam, de egy idő után azt mondtam. És ez történik itt is, hogy akkor egyszer csak az Úr elküldi az ő angyalát, és Isten szereti meglátogatni azokat, akik nyomorúságba kerülnek a saját bűneik és a mások bűnei miatt. Akik a padlón vannak, azokkal tud Isten valamit kezdeni. Akikben még van jártányi erő, azokkal Isten nem sokat tud kezdeni, megvárja, míg az sincs. Míg a horgász megvárja, míg a nagy potyka már nem vergődik, akkor tudja kiemelni a vízből. Addig fárasztja. És Isten néha így fáraszt minket. Egy kicsit fárasztó, ha Isten fáraszt, de nyugodjatok meg, meg fogtok nyugodni. És amikor lenyugszik az ember, akkor cselekszik az Isten. Jó pár évvel ezelőtt felhívott engem egy hívő testvér. Azt mondta, ide figyelj, az egyik kezemben van a telefon, a másik kezemben van egy kötél. És én elmegyek most, és felakasztom magamat. De én azt mondtam, hogy még először felhívlak téged, hogy tudsz-e nekem valamit mondani. És elmondta, hogy milyen családi kalamajka volt az ő életében, és a pszichológusok, pszichiáterek
azt mondták, hogy ebben a helyzetben, ahova most évek után, évek vergődése után eljutottak, ebből nincs megoldás. Ez most már így fog maradni, ezt most már így kell elfogadni. Azt mondta, hogy ezt képtelen vagyok elfogadni, megölöm magamat, a családom nem maradhat ebben az állapotban. Tudjátok, mit mondtam neki? Drága testvérem, én úgy örülök, hogy ezt mondod. Végre! Végre! Hát eddig évekig lelki gondoztunk, imádkoztunk, érted? Mindig mentél egyik pszichológus, másik pszichológus, harmadik pszichiáter, negyedik pszichiáter, ezt megpróbálom, azt megpróbálom. Mondom, most kifogyott az emberi erőtár. Nincs több a töltényben, nincs több a tárba több töltény. Mindent kilőttél. Most jön Jézus. Most jön Jézus. Tedd le a kötelet, tedd le a telefont, és tedd le az életedet Jézus kezébe, teljesen. Tudjátok, micsoda szabadulás lett ebből? Olyan megoldást hozott az Isten, megkérdeztük a családtagokat, mi történt, hogy éltétek át? Azt mondják, nem tudjuk. Egyszer csak, amit korábban orvosi segítséggel próbáltunk, az aztán ment orvosi segítség nélkül, amivel nem boldogultunk akkor, most boldogulunk. Amikor kiterülsz, amikor már csak egy nulla vagy, oda jön az Isten angyala, és feltesz egy egyszerű kérdést. Honnan jössz, és hová mész? Hol vagy a koordináta rendszerben? Hova tudod magadat behelyezni? Mit mondasz magadról? Milyen volt nélkülem? Milyen volt velem? Milyen lenne nélkülem? Milyen lenne velem? Na most te is helyezd el magad a koordináta rendszerbe, jó? Hadd kérdezzem meg ezt az Isten angyala tőled is. Milyen volt neked Jézussal, amikor megismerted őt, amikor betöltött, amikor meglátogatott, amikor megszeretett, amikor megkeresett, amikor kimosott a vérből, amiben voltál? Milyen volt az? Hogy élted át? Mit tapasztaltál meg? Milyen volt az életed nélküle eddig? Hallottad az evangéliumot, de jó, körülszigetelted magadat. Energetikai tanúsítványod volt, hogy ide Isten melege nem jön be. Milyen volt Jézus nélkül az életed? Hova jutottál? Milyen lesz nélküle az életed? Képzeld el, gondoljál bele. És milyen lesz az életed vele? El tudod képzelni? Bele tudsz ebbe gondolni? Össze tudod rakni a koordináta rendszert? És hogyha kijön az, hogy te most pont a nullán vagy, az Y meg az X tengelyen is, akkor az egy nagyon jó hely. Onnan van felfele. Onnan van felfele. És az Isten angyala érkezik, és az Isten angyala kérdezi, honnan jössz, és hová mész, és elmondja neki Hágár, és kap egy óriási nagy tanácsot az Isten angyalától. A megoldást. Nem egy nagy döbbenetes dolog ez. Nem valami olyan, amit ne tudna megtenni bárki. Nem valami olyan, ami jóvá tesz minden egyes bűnt, minden egyes hibát, hanem egy picike kis kezdet. Ha van a bűnnek a lavinája, akkor van a kegyelemnek is a lavinája. És tudjátok, a kegyelemnek a lavinája az mindig, mindig az alázatból indul ki. És a bűnnek a lavinája az mindig, mindig a gőgből indul ki. És a sátán gőgös lett és felfuvalkodott, és azt mondja, micsoda, hogy én vagyok a második. Le akarom hagyni azt, aki engem teremtett. Én akarok lenni az Isten, én akarok lenni az első. És ezt sikerült bemagyaráznia az embernek is, aki olyan volt, mint Isten. És azt hazudja nekik a sátán, csináljátok, amit én mondok, és olyanok lesztek, mint az Isten. A helyes válasz, hogy mi nem leszünk olyanok, mint az Isten, mi olyanok vagyunk, mint az Isten. Minket nem te fogsz olyanná tenni, mint az Isten, minket az Isten tett olyanná, mint az Isten. Az ördög mindent megígér, semmit nem ad, és a végén mindent elvesz. A gőgből indul ki minden bűn, a gőgből. És az alázat a megoldása minden bűnnek, és a kegyelem alázatból fakad, amikor az Isten testé lett, és egy nyomorult, koszos istálóban az akkori parkoló volt az. Mert ahol Jézus megszületett, az egy olyan fogadóház volt, több szintes fogadó épületek voltak akkor, és ugye az emberek állatokkal közlekedtek, és a fogadóban nem volt hely, de lent a parkolóban volt, ahol a csacsik, meg az összvérek, meg a tevék várakoztak, az volt a parkoló.
és Jézus megszületik a parkolóban, az istálóban, csak ott volt neki lent hely. Egy nagyon alázatos pozícióba születik, egy ilyen picike babaként megszületett. Elképesztő, hogy hova lealázza magát az Isten, és ebből az alázatból már csak egy irányba halad 33 évig lefelé, a keresztnek a haláláig. Csak alázta magát lefelé. És az alázatos Isten fiából árad ránk a kegyelem ma is. És azt mondja Isten, vedd fel a ritmust, az alázatnak a ritmusát. És növekedjél lefele, hogy az erdélyi baptisták mondják, mint a tehén farka. Tehát én úgy szoktam mondani, csak mint a fának a gyökere. Lefele kell növekednünk. Nagyon erőseknek kell legyünk. Nagyon nagy tartással kell rendelkezünk, de nem felfele kell ágaskodjunk, mint a büszkék. Hanem len kell erős gyökérzetünk legyen, mint az Isten választottainak, szolgáinak, mint Jézus Krisztusnak. És azt mondja neki, tér meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Óriási tanács. Meg fogod fordítani a kalamajkát, meg fogod fordítani a folyamatokat, és én megáldom a te gyerekedet is, és áldottak az izmaeliták, és jó, hogy vannak arabok, mert nagyon sokan átadják a szívüket Jézus Krisztusnak, és elfogadják a Szentírást napjainkban. Olvastam erről egy könyvet, ahol a legnagyobb muzulmán városokban, Irakban, Iránban, ahol kivégző osztagok vannak a keresztények ellen, úgy terjed a kereszténység, mint a futótűz. Nem félnek ezek a haláltól se, a hitetlenségtől félnek. Ez a mi bajunk. Nem a bűntől félünk, hanem a kellemetlenségektől félünk. A bűnt kéne elkerülni, és nem a kellemetlenségeket. Jézus nem a bűnt választotta, hanem a kényelmetlenséget. A legkisebb bűnt is elkerülte, és a legnagyobb kényelmetlenség és kellemetlenség árán tette meg ezt. És amikor ezt valaki megteszi alázatosan, azt tudja elkezdeni visszafordítani a folyamatokat. Mint amikor Richard Wurmbrand térdepelve imádkozott a föld alatti börtönében, hosszú évek óta már ott volt a sötét magánzárkájában, összeverve, megkínozva, azt se tudta, éle, hal-e a családja, és benézett a őr, és benyitott hozzá, feldühödve. Hát még mindig a családodért imádkozol? Hát még mindig a te Istenedhez mész? Hát nem érted meg, hogy itt fogsz megpusztulni ebbe a sötét lukba, hogy mi uralkodunk feletted, nem pedig a te Jézusod, és szét fogjuk verni a fejedet? Nem értetted még meg? Te még mindig imádkozol? Sihán Wurmbrand ránézett a térdeőr, és azt mondja, éppen érted, imádkoztam. Halljátok, annyira szíven ütötte ezt az őrt, hogy némán megfordult és kiment, és elmondja Sihán Wurmbrand, megnézhetitek a YouTube-on, ha tudtok angolul, akkor elmondja ő saját maga, hogy az őrök többen átadták a szívüket Jézus Krisztusnak, látva, hogy ő hogy hordozta a szenvedést, és hogy odaadó szeretettel volt az őt verők iránt. Mint Jézus. Az őt verők iránt, meg mi irántunk. Alázd meg magad, és tér vissza a te úrnődhöz. És amikor ezt elolvastam egy pár nappal ezelőtt, annyira átfordította bennem Isten ezt a régi történetet, és annyira megértettem, hogy ugyanezt kell én is csináljam, és ti is csináljátok az Istennel és Jézus Krisztussal. Hogy mi elszaladtunk az Istentől, mint ahogy Szárajtól elszaladt Hágár. Sérelmeink voltak. Tudjátok, az Isten számára a bűnben élő, meg nem váltott ember, a Krisztus nélkül élő ember elfogadhatatlan. És az ember számára a Jézus Krisztus nélküli Isten elfogadhatatlan, és amíg te nem Krisztuson keresztül látod az Istent, akkor azt mondod, miért enged meg ennyi bajt, nem jó Isten, hagyjon engem békén, nem is létezik, elhagyom, elszaladok tőle, és elmenekülünk az Istentől, nem jó az Isten. És amikor Krisztusban jön utánad, amikor Krisztusban szól hozzád, amikor megérted, hogy mit tett ő, amikor megérted, hogy lejött érted a földre, hogy megszületett, hogy 33 évig nagyon-nagyon-nagyon vigyázott rád. Mert ha Jézus egyszer vétkezik egy picit, csak gondolatban, hú de jó kis csaj van a szomszédban, ha csak ennyit vétkezik Jézus, akkor az ő bűneiért kihalt volna meg. Senki. És te elvesznél.
Nagyon vigyázott ránk Jézus 33 évig. Nem vétkezett, odafigyelt az Istenre. Miattunk is, minket hordozott a keblén, mint az ószövetségi főpap. 12 drága kő volt a szíve fölött, és Izrael 12 törzsének a neve, és 2 nagy drága kő volt a vállán, 6-6 törzs volt bele mecve, és hordozta a terhét Izraelnek, és a szívén hordozta Izraelt. És így hordozott téged Jézus a főpap, a szívén, és annak a terhét, hogy ő szent kellett maradjon, nem csak magáért, hanem te érted is. És meghalt érted a kereszten, a te bűneidért halt meg. Ő nem érdemelte meg, hogy meghaljon. És ha simán mennek a dolgok, Jézus ma is közöttünk lenne, mert ő neki nem kéne meghalni, mert a bűn miatt kell meghalni. És Jézus itt örök élne a földön. Lenne egy nagy Mazdája, lenne egy csomó pénze, egy nagy menő lenne, a legjobb cuccokba ideálna, és olyan prédikációt mondana el, hogy mindenki sírna. Aztán meg mindenki megtérne. De Istennek nem ez az út tetszett, hogy az ő fiából sztárt csináljon, hanem a legmegvetettebb ember volt az egész világ egyetemben. A leges-leges legkisebbé vált. Nincs olyan kicsi kukac, akinél Jézus ne lett volna kisebb a kereszten. És őt hozta fel az Isten, őt támasztotta fel. És az ő szent szellemét öntötte ki, hogy aki hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy kinyissa előttünk Isten ezeket az ócska régi üzeneteket, amiket már a nagy anyáink is untak. És egyszer csak azt mondjuk, hát ez értem történt, ez nekem szólt, jé, és Isten szelleme kinyitja a drága igét, mint a bimbóból a virágot, és azt mondod, hát ez nem is egy bimbó, hanem ez egy virág. Ez nem is egy hernyó, hanem az egy lepke. És érted fog eljönni az Úr Jézus, és elragadni magával az örök életbe. Mindez érted szól, mindez rólad szól. Csak tér vissza hozzá, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Tér vissza hozzá, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Ő a te urad. Az Isten úrrá tette Jézus Krisztust az életünk felett. Ezt mondja Péter apostol a pünkösdi prédikációban, úrrá és Krisztussá tette Jézust az Isten. És a mai hívőknek, tudjátok, mi kell ebből? A Krisztus. Engem tessék megváltani, mert én nagyon nyomorult vagyok, még bűnös is vagyok. Engem tessék kisegíteni a mélységből, de rajtam nem kell uralkodni, azt már én elintézem magamnak. Halljátok, Krisztussá és úrrá tette az Isten Jézus Krisztus. Ez a mai kereszténység baja, hogy mi felhasználjuk Jézusnak a Krisztus mi voltát, a kenetét, az áldását, az erejét, de hogy parancsolgasson nekünk, abba már nem megyünk bele. Alázd meg magadat, és menjél vissza a te uradnak a kezei alá. Térjél vissza hozzá. Majd láss csak meg, mivé leszel te akkor, amikor Jézus Krisztus kezd el uralkodni az életedben. Nem a bűn, és nem te magad. Egyszer mondtam valamit egy idős testvérnek, nem értett vele egyet. Azt mondja, ki mondta ezt neked? Mondom, az Úr. Azt mondja, persze, Gál úr. Hát van ilyen, hogy mi szeretjük a magunk életét irányítani, szépen félretenni Jézust, ha bajba vagyunk, segítségül hívjuk, ha bűnösnek érezzük magunkat, bocsánatot kérünk, és aztán folytatjuk az életünknek az irányítását tovább. De ezt hiddétek, hogy nem vezet sehova. Át kell adni az uralmat Jézus Krisztusnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Hadd uralkodjon kedvére. Ő nem leuralni fog téged, hanem meg fog téged oltalmazni, meg fog téged védelmezni. Az élő, a feltámadt, a Szent Szellem által jelenlevő Jézus. Mert az Istennek tetszett, hogy lakozást vegyen a földön testben, az ő fiában, Jézus Krisztusban, és miután őt elvitte és ültette a maga jobbjára a mennyben, az ő Szent Szelleme által pontosan olyan valósággal van itt, mint hogy testben volt, csak nem látható formában. A Szent Lélek, a Szent Szellem ideje van most. És hogy Jézust régen testileg tudták megérinteni, és messze vidékekről is utaztak oda hozzá, hogy találkozzanak vele, és hallgassák a prédikációt, és csak a ruhája szegélyét érinthessék, hogy meggyógyuljanak. Ma ezt az utazást itt kell megtenni belül. Oda megyek hozzád, Jézus, láthatatlanul, de valóságosan. Nem csak a látható dolgok valóságosak. Én például szerelmet még nem láttam. Azt mondják rózsaszín, de mit tudom én? De hogy van szerelem, azt tudom. És nem láttam még Jézust a fizikai szemeimmel, de hogy van, azt tudom.
mert hallom az ő hangját szellemben. Látom az ő keresztjét szellemben, és kinyitom magam előtte, és leborulok. És nem tudom, hogy mi történhetett, amikor Hágár hazament Szárajhoz. El tudjátok képzelni? Szerintem nem ördögtől való dolog olyan területekbe belegondolni, amik biztos, hogy megtörténtek, de a Biblia nem írja le, hogy hogyan. Tuti, hogy találkoztak. És akkor Száraj, mikor kinézett az ablakon, látja, jön Hágár, mit gondolt? Hogy merészel az a piszok? Vagy, na jó van, jó, hogy visszajöttél, mert én nem mentem volna utánad, de nem tudjuk. De milyen volt Hágárnak oda menni Szárajhoz? Aki előbb lenézte őt, ez aztán meggyötörte őt, és ez a két asszony kellett találkozzon. De Hágár szívében már csak egy zene muzsikált. Azt mondta nekem Isten, hogy alázzam meg magam. És odament, és azt mondja, ne haragudj, hogy lenéztelek téged, gőgös voltam. Tudom, hogy neked is lesz gyereked. Tudom. Mert az az Isten, aki neked megmondta, hogy gyereked lesz, az engem felkeresett. Tudom, hogy én csak másodrangú leszek ebben a családban mindig, de elfogadom. Lehet, hogy neked nincs annyi képességed, de ha alázatos vagy, azt mondod, elfogadom. Lehet, hogy te csak egy gyerek vagy. Csak egy nő. Csak egy szegény. Csak egy öreg. Csak egy kis béna. De elfogadom, Uram, azt, akivé tettél. Mert megalázom magam, visszatérek hozzád, és rád bízom az életemet. Utána nem olvassuk, hogy lett volna gyűlölködés a kettő között. Később majd el kellett menni Isten üteme szerint Hágárnak otthonról, de Isten gondoskodott majd róla és a gyermekről is. Azzal szeretném bezárni, hogy még egyszer nyomatékosítsam. Térj meg a te uradhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Térj meg a te uradhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Ne akarj olyan dolgot most csinálni, aminek még nem jött el az ideje. Hadd teljen az idő úgy, ahogy akar. Kedvére, Istennek van ideje, legyen neked is. De amire Isten azt mondja, hogy most kell megcsinálni, azt ne halogasd. És Isten azt mondja, ma meg kell térned az Úr Jézus Krisztushoz, és alá kell rendeld az életedet neki. Amen. Ezért fogok most imádkozni, csendesedjünk el. Mennyei édesapám, annyira szeretem a te igédet, üzenetedet, annyira izgalmas dolog ez, és annyira szégyenletes ránk nézve, hogy mik derülnek ki rólunk, hogy milyen mélységekbe tudunk kerülni saját bűneink miatt. És itt vannak azok a fájdalmak, amik értek bennünket mások bűnei miatt. Hányszor váltunk kisemmizettekké, megalázottakká, Uram? Hányszor tiportak le bennünket, és voltak figyelmetlenek, érzéketlenek velünk szemben, talán a saját szüleink, saját gyermekeink, saját családtagjaink, akiknek a legjobban kellett volna minket szeressenek. Mindezekkel, a mások bűneivel és a magunk bűneivel jövünk te hozzád. És letesszük ezeket a te lábaidhoz. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha vétkeztünk, és megbocsátunk szívből azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Vissza akarunk térni hozzád. Vissza akarunk térni a teremtőnkhöz. Vissza akarunk térni a normális élethez. A hitben való élethez, a hitben való igazsághoz. Elegünk volt, Uram, abból, hogy amiben úgy érezzük, hogy te nem tettél eleget az ígéreteidnek, azokban mi belekotnyeleskedjünk, és pót megoldásokkal fárasszunk téged, s végtére magunkat. Bocsáss meg ezekért is, segíts elernyedni, bemenni a te szombatodba, Uram, megnyugodni a mi cselekedeteinktől, és rábízni az életünket 100%-ig, biztosan megtartó kezedre, Jézus Krisztus nevében. Amen. Imádkozzunk, testvérek!
Drága Szentlélek Isten, ha te nem mozdulsz, akkor mi hiába mozgunk. Hiába szervezünk rendezvényeket, hiába teszünk bármit. Ezért alázattal jövünk eléd, és valljuk azt, hogy nélküled semmik vagyunk, semmit sem cselekedhetünk. Ezért hálát adunk a mai napért, hálát adunk a te munkálkodásodért bennünk és közöttünk. Urunk, arra kérünk téged, hogy mozdulj meg Észak-Magyarországon. Tudjuk, hogy mozogsz sok pici szívekben, közösségekben, de Urunk, tudjuk azt is, hogy sokan várnak még. Ezért hadd legyünk eszközeid. És úgy, Uram, ahogy te megígérted Ábrahámnak, hogy amely talpalatnyi földet a lába érinti, azt neki adod. Mi azt kérjük tőled itt Borsod megyében és Magyarországon és az egész Kárpát-medencében, mi alázatos gyermekeid, hogy minden egyes embert, akinek bizonságot teszünk rólad, hadd nyerjük meg az örök életnek. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy míg ezt tesszük, addig magunkat ne tegyük alkalmatlanná erre a szolgálatra. És arra is kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy áradj az ünnepi igehirdetéseken keresztül, áradj pici gyülekezetekben és a nagy közösségekben, és hadd jusson el a te jó illatod, Uram, bennünk és rajtunk keresztül, a föld végső határáig. Minden dicsőség, minden tisztesség és áldás a tied örökkön örökké. Amen. Amen.